Szép jó napot kívánok a hölgyeknek, uraknak! A tábortűznél Pádár Ádám, Pintér Róbert és Dömösi Gábor beszélget, illetve negyedik tagnak, most már szokás szerint harmadszorra itt van velünk Tar Barbara, üdvözöllek a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást, és hello mindenkinek! És hát akkor kezdeném egy őszinte vallomással, mert ez egy ilyen műfaj. Az a helyzet, hogy én 2 évig a Castlevania sorozatot elhordtam mindennek, hogy ez mennyire unalmas. Mielőtt még itt jön a meglincselés, virtuálisan. Az volt a problémám vele, hogy... És mivel... valóságosan is. Hol vannak? Igen, jönnek vasvillával. Jönnek vasvillával. Igen, és rászabadítja... Karókkal, és rászabadítja Dracula a démonait. Az volt a problémám, hogy túl lassan indult be. Trevor nekem akkor nagyon erőltetettem, volt szűkszavú. És aztán most, amikor így megnéztem, újra megnéztem, mert mondtátok, hogy hát azért ezt így kéne. Sőt, nem is tudom, melyikőtök mondta, hogy kéne. Igen. Pádi, te voltál az. Akkor így, egyrészt megbíztam Barbarát, hogy amikor együtt nézzük, akkor kérem, majd valamikor így, így nem tudom, rángasd meg a vállamat, vagy hogy valami legyen, hogy felébredjek, hogy ne aludjak el megint be. De egyébként már akkor is sokkal érdekesebb volt. Aztán így rájöttem, hogy aha, igen, ez a hangulat alapozásra, az expozícióra, és egy dialógmentes karakterépítés véget kellett ez a nagyon lassú beindítása az első évadnak, ami azért is furcsa, mert 2 részen keresztül átívelt, és 4 részes az első évad. Az első évad 4 részes, és 20 percesek a részek. Tehát igen. Warren Ellisnek 4 rész alatt föl kellett húznia egy érdekes sztorit. Érződik az első évadon, hogy egy pilot, de egy érdekes pilot. Tehát ami kell bele abba a 20-20-20 percbe, azt így abba belesűrített mindent, amire így azt mondja, hogy oké, okay, 80 percbe ennyit lehet belerakni, hogy A-ból eljussunk B-be. És ez így működik B-be. Igen, B-be. Most így a második évad végére érve, hát bizony, én kimerem jelenteni, hogy ez az eddigi legjobb elkészült videójáték adaptáció. Igen. Ami nem volt nagy, nagy verseny e között, de ez torony magasan minden tekintetben mocskosul jó lett. Az a durva, nem akarok előni semmit, mert a végére tartogatjuk a legvégét, de amikor eljutottam a legvégére, konkrétan liba bőröztem. És az utolsó jelenet miatt. Majd elmondjuk miért. Igen. De az úristen. Azt ki nem hagyjuk. Azt mindenképpen. Az, hogy mennyire jó videójáték adaptáció, azt ugye az eredeti birtokában nem tudom megállapítani, csak azt, hogy ez egy baromi jó sorozat, mert ugye a videójátékról annyit tudok, amennyi az Angry Video Game Nerd epizódokban volt. Hát főleg ugye már a modern részekből építkezik. Tehát ugye a Lucardnak a sztoria főleg a Shadow of the Night, meg a modern Konamis játékok, tehát nem a nagyon minimális klasszikus átívelése van. Jó, az Symphony of the Night. Nekem is gyanús volt. Symphony of the Night. Egyébként az a vicc, hogy amikor én néztem a sorozatot, akkor gondolkodtam rajta, hogy biztos, hogy én játszottam valamikor Castlevania játékkal, és nagyon hamar rá kellett jönnöm, hogy pont ez a Symphony of the Night volt az, amivel én játszottam, ugyanis ez az egyik, ami megjelent PS1-re. Aha. Ez nekem ott még megvolt, csak ugye akkor még 7-8 évesen az angol tudásomnak hát így nem igazán voltam birtokában. Tehát fogalmam nincs, hogy miről szól egyébként a Castlevania sorozat. Tehát egy ilyen gyors talpalót bevágtam utána, hogy megnéztem a sorozatot, de még a mai napig nem tudom, hogy egyébként miről szól maga a Castlevania sorozat. De ami itt effektív a Netflixes sorozatba lejátszódik, az kárpóta a mindenért. Ezt a tudatlanságot, ezt így egy az egybe eloszlatja. Mindent fölvezetnek abban a 4 epizódban, amit föl kell, hogy vezessenek. Mindent megkapsz a 4. epizód végére, ami ahhoz kell, hogy értsd a sorozatot. Ami egy nagyon nagy bravúr, hogyha tényleg azt nézed, hogy ez 80 perc, ráadásul az első 2 rész, az tényleg egy ilyen lassú, kifejezetten vontatott jellegű, ilyen az egésznek a sztori vezetése. És így nem tudtam hova tenni, hogy jó, de ez hova fog kifutni. De amikor elindul a második évad, tudsz mindent, amire szükséged van. Ez a sztori, ez borzasztóan egyszerű, viszont ebből az egyszerűségből kiindulva ezt az egyszerűséget nagyon elmélyíti.
Annyi történik benne, hogy Targov Iste városában megégetik Dracula hitvesét, és Dracula ezért bosszút esküszik, és elkezdi legyalulni az emberiséget, úgy, ahogy van. Visszacsatolnék a Dark Phoenix-es adásunkra, ahol megemlítjük, hogy az első 6 percben lezavarják a status quo-ját az egész sztorinak. Igen. Itt is ez történik, de olyan ügyesen, óvatos ecsetvonásokkal csak a lényeget festik fel, hogy azt mondod, hogy oké, köszönöm, értem, mi van, ennyi elég. Igen, sokkal egyszerűbb egyébként a felütése. Tehát ez egy olyan dolog, hogyha Dracula nem lenne ilyen rühelletesen OP, mármint hogy nem tudná konkrétan megtenni, hogy legyalulja az emberiséget a föld felszínéről, akkor ez egy tök jó bosszú film lenne, mert teljesen jogosnak érzed a bosszúját igazából. Vagy legalábbis én jogosnak érzem. Ezzel azért én egy... Jó, nem kéne, nem, tehát nem, egy picit olyan árnyaltabb bennél, de jó. Egy picit olyan szempontból vitatkoznék, hogy a bosszú egyébként az jogos, de az, hogy Dracula ennyire túl van tápolva, hogy ennyire egy tápos gyökér, gyakorlatilag lehozták a sorozatban a gonoszt. Tehát, hogy az ilyen, amikor megjelenik a gonosz, nem foglalkozik azzal, hogy stratégiázzon, kit tartson meg ahhoz, hogy ő neki élet, vagy hogy ő életben maradjon a továbbiakban, mert ugye a vámpírok, mint Dracula, az emberekből táplálkoznak. És ő ezen nem gondolkodik, ő le akarja gyalulni az emberiséget. És ez az első négy részben tökéletesen lejön, hogy indítja el. Tehát Dracula konkrétan para a Igen. sorozaton keresztül. Ami kegyetlen teljesítmény egyébként, hogyha azt veszed, hogy tényleg volt 3 vagy 4 perc arra, hogy ezt fölépítsd, hogy ő mitől indul el ebbe. Két dolgot fűznék Draculához, egy jelentéktelenebbet, mégpedig azt, hogy nagyon örülök, hogy mindenki a sorozatban tepesnek mondja tepest. Igen. Nem pedig ilyen nagyon amerikai tepes, meg ilyen hülyeségek. A másik az, hogy Dracula karaktere nekem azért tetszik rettentően, mert konkrétan ő egy videójáték főgonosz. Mit csinál a 2 évad alatt folyamatosan? Ül a kastélyában, és várja, hogy jöjjön a játékos, és legyalulja. Basszus, és működik, mert konkrétan pszichológiailag működik a karakterén a dolog, mert egy depressziós ember, és aki tényleg? Egyszerűen magába roskadott benne a kastélyában. Zseniális! Ezt akartam én is mondani, hogy effektív nem csak az, hogy ez egy jó sorozat, hanem egy jó videójáték adaptáció, ami megtartotta a videójátéknak az elemeit. Igen, igen. És mint egy jó videójáték, bot egyszerű az egész, amit már mondtam. De ami el van mélyítve, csak itt nem a játékmechanizmuson keresztül, hanem az audiovizuális, a narratíva által. És arra az első 2 rész tökéletesen megadja a kezdőlőket. Tehát aztán pedig ugye behozzák a karaktereket, kialakul egy ilyen hármas fogat az első évad végére. Na igen, akik ráadásul ugye a Simon's Quest-nek már az alapjátékos karakterei, legalábbis Saifa meg Trevor. Aha! Nem mert a Simon's Quest-ben Simon van, de ugye vagy valamelyik későbbibe ugye az az alap 3 leosztás, igen. Hogy ugye Saifa van, Trevor van és Alucard. És akkor a 3 játszható karakter lett lényegében a 3 főszereplője. Ez egyébként azt hiszem, hogy a Castlevania-nak a 3. része konkrétan, igen, tehát igen, hogy a Castlevania igen. 3 az, mert ugye a játékokban olyan szempontból kiműveltem magam, hogy végigkövetjük a Belmont családnak a tagjait, ahogy egyesével mindig megállítják Draculát. Igazából minden játék erről szól. Van utalás a soriba is ebben, mert ugye megemlítik az apját, aki egy játszható karakter, egy másik igen, játékban. Mert hogy itt a főszereplő, az egyik főszereplő az Trevor Belmont, aki démonvadász, és ugye ez a Belmont dinasztia, ez csak ezt a cél, tehát ez a küldetés ennek a dinasztiának, hogy mindig megállítsa a démonokat, amikor megpróbálnak betörni az emberi síkra. Na most... Itt hogyan próbálnak betörni az emberi síkra? Hát én amikor megláttam, és az érvelését, amikor meghallottam, akkor így Barbarával emlékszem, így egymásra néztünk, és így feltettem neki a kérdést, hogy te, ez valamelyik vallás, bármelyik igazából, de főleg a kereszténység nem tette tiltó listára ezt a sorozatot, miután megnézték? Ezt nem mondták azt, hogy ez egy kicsit úgy
Turva! És az a vicces, hogy ez egy Netflixes rajzfilm sorozat. Amúgy szerintem a Vatikánban nem néznek eretnek sorozatokat. Gyanús egyébként, hogy nagyon sokan, akik a vallásokban elmélyültek, mert itt nem feltétlenül csak a kereszténység, itt ez minden vallásnak bemutat. Ők mindegyikük azt mondja, hogy ez a sorozat, ez kegyetlen pszichológiai terrort folytat a vallással, mint olyannal. Ami egyébként igaz, és emiatt a sorozat sokkal feszültebb, sokkal izgalmasabb. És ugyanakkor hogy ezt bemeli vállalni. És annak ellenére, hogy benne vannak a vámpírok, meg a természet feletti lények, borzasztóan emberi léptékű. Főleg a lezárásában látható, ez érhető, ez leginkább tettem. Kell ehhez egy Warren Ellis. Ki az? Warren Ellis egy kultikus képregényíró egyébként. Hogy igen, akkor itt tehát van a ő kérlek szépen a DC-nek a Helix részlegénél, ez egy imprintje a DC-nek, már rég megszűnt. A Helix a DC alatt skifiket adott ki. Mm-hmm. És a Warren Ellis konkrétan a Transmetropolitan című képregény sorozatot adta ki, ami kb. Minimum annyira kult klasszikus, mint egy Watchmen. Tehát egy disztopikus jövőben játszódik, egy gonzó újságíró a főszereplője, Spider Jeruzsálem, és ő neki konkrétan az életét nézzük végig, ahogy ő egy ilyen rettenetesen komplikált társadalmi helyzetben próbál túlélni, és nagyon mélyen belemegyünk a városnak a... Ez egy ilyen gigapolis. Na akkor nem csoda, hogy itt a Castlevania-ban ezt a minőséget kaptuk meg. És 10 ilyen kötetet végigírt, ja. Tehát ő egy nagyon-nagyon-nagyon profi író. Hát itt viszont olyan jelennek meg, mint... Például normálisan nem van festve a vallási fanatizmusra közé, a sötét középkorban, ugyanis ahogy a feltüzelt tömeget, akik mennek megégetni, meg vasvillára hányni a különböző embereket, ahogy négy részben ezeket megmutatja, hogy ugyanaz a folyamat zajlik le bennük, mint azokban a démonokban, akiket Dracula küld az ő elpusztításukra. Tehát igazából ugyanaz az újjalmutogatás történik más emberekre, mindkét fronton, és holott elvileg Drakulát, mint a sátánt félik ők, és ellene akarnak vonulni. De ugyanakkor valójában pontosan ugyanazt csinálják. És ez a feltüzelt tömeg, ez olyan, hogy amikor meg valaki másra mutatnak rá, aki felbújtotta a tömeget később, azok azt igazából 5 másodperc hezitálás után arra ugyanúgy rávetik magukat, és széttépik. Tehát nincsen visszafogva ebből a szempontból, nincsen elfinomkodva mondjuk úgy az üzenet. Ezt főleg a mágusoknak a kasztjánál látjuk nagyon erősen, mert ugye a mágiát tagadják meg, sátántól való dolognak tartják. És közben ugye az a rend, akiknek most nem teszem be a nevük, de az a rend, ugye ők az embereket szolgálják, és próbálják védeni a tudomány által. Ami lényegében. Ahova a szájfa tartozik? Igen. Hát speakersnek speaker, mondták. Igen. És akkor ugye így jön be a képbe a szájfa. Hogy őt ugye meg kéne menteni, mert ugye ez a kaszt és az apja, ugye aki a kasztnak a nagyapja, aki ugye a kasztnak a vezetője, ő az, aki nem hajlandó itt hagyni ezt az egész helyet, mert ugye védik az embereket, és ugye a lány meg ugye elment egy katakombába lényegében, ahol állítólag egy híres hősnek ott pihen, és hogyha felszabadítják, akkor ők megvédik őket. És, ugye itt lép be a sztoriba ugye Trevor, aki ugye azt mondja, hogy jó, elmegyek a lányért, visszahozom, ami marad belőle, hogy lássad, hogy nincs értelme itt maradnod neked, legalább ti menjetek el, mert ti valamiféle értéket képviseltek. És ez már kapásból tök érdekes, mert itt már elkezd kijönni Simonnak, Trevornak az öntálata. Hogy mennyire többre értékel mindent és mindenkit magánál. Aki valóban felvállalja az értékeit, és nem csak így a köpeny alatt elrejti a saját ilyen családi, mi ez, milyenek a neve, ilyen, nem logó, hanem címer. Igen, a címerét. Trevor az a karakter, akivel én ebben a sorozatban konkrétan azonosulni tudtam. Tehát egyszerűen Trevornak ez a kiégett... De szeretek én is ilyen karaktereket írni. Ezek a kiégett gesztusok. Ezek a kiégett, és így mindenki így volna. Kiégett?
Nem vállalja fel? Elmenekül? Nem azért, de sokkal érdekesebb általában hibás, rossz persze. karaktert írni, mert nagyon jó a karakterfejlődés, amin, tehát nagyon jól tudsz azonosulni befogadóként a karakterfejlődés, amin végig kell menni. Igen, mert nagyon erősen kötődsz hozzá. Mm. Meg vannak olyan... Sokkal érdekesebbek azok a hibás jó karakterek, mint a tökéletes hősök. Igen. Igen, egyébként tehát Trevornak az érdekessége, hogy ugye ő egy ilyen istenigazi, kiégett, rejtőzködő démonvadász, aki tök egyedül járja a világot, próbál mindenhol úgy igazából eltűnni. Lecsúszott alkoholista, de amikor valami igazság, tehát valami az ő igazság érzetét sérti, akkor az ellen föllép. Tehát, és ezek általában személyes dolgok, igen. Tehát őt nem érdekli a világnak a törvényszerűsége. Meg a sorsa. Igen, ő úgy van vele, hogy ami az ő igazság érzetét sérti, azt vadásza. És ugye innentől kezdve ez egy érdekes figura, hogy jó, de ez hogy lesz hős. És egyébként az a szép, hogy sehogy. Trevor nem válik klasszikus értelemben hőssé. Nem, az, sőt, igazából senki nem válik nagyon hőssé a végére. És ez nagyon szépen kifordítja a videójátékos toposzt. Mert szintet lép a videójátékos toposz ebben. Viszont a Castlevania sorozatra, tehát magára a játék sorozatra, arra viszont nagyon ráéreztek ezzel. Mert ott sem feltétlenül hősöket alakítasz. Általában ott is úgy vannak összerakva a karakterek, amennyit utána tudtam nézni, hogy mindegyik egy ilyen... Vérprofi? Nem az, hogy vérprofi, mert a Belmont családnak egy-egy tagja van, aki ilyen vérprofi, de a legtöbben ilyen kiégett, törött karakterek úgymond. Tehát ő bennük mindegyik van valami hiba, amin próbálnak felülemelkedni azáltal, hogy egyébként vadásszák a gonoszt. Tehát ő nekik az, hogy ők démonvadászok, egy önigazolás. Aha. Arra, hogy ő nekik van helyük ebben a világban. Hát nem csak az, hogy nem érzi érdekesnek a világot, hanem hogy konkrétan kizárták belőle, tehát a családját igen. kitaszították. Csalódott a világban igen. A Belmontokkal szemben ugye ez egy fontos tényező, hogy őket az egyház kitagadta. Ezt a szót nem találtam. Igen. Tehát őket kitagadták effektíve az egyházból, annak ellenére, hogy az emberiség legkomolyabb védőbástyája a gonosszal szemben, mert értik az ellenfeleiket. És ugye itt ez a probléma, hogy emiatt, hogy ők értik az ellenfeleiket, az egyház azt mondta, hogy ja, hát akkor ti fekete mágiával üzleteltek. És erre hivatkozva kitiltották őket az egyházból. Hát, tehát a Belmondnak ez lett a bukása. Mert ugye pontosan az egyház saját hibájából követi el ezt a hibát, mert ugye amikor kivégzik ugye a feleségét Drakulának, akkor utána Drakula rájuk szabadítja ezeket a démonokat, és akkor megkérdőjelezik ugye a Belmond családot, hogy jó, hol voltatok, takarodjatok. Egyébként magában a sorozatban ez előbb van, tehát előbb megy végbe a Belmontoknak a kitalagadása, mint ahogy a igen, de erősen sorozatban, számon is de igen, erősen megvan benne ez a számon kérő jelleg. Tehát Trevorról akkor így csak ennyit, hogy Trevor ez a karakter. Igen, de érdekes, ahogyan maga a megégetés, a Drakula feleségének megégetése. Aki még a mágián is azt kéri Drakulától, hogy ne bántsd őket, igen. Mert nem tudják, hogy mit csinálnak. Tehát elképesztő, hogy... És erre van ugye Jeanne d'Arc képében példa a történelemben is, és megint középkorról beszélünk, szinte. Majdnem, az már inkább reneszánsz előszobája volt. De ott is ugyanez volt, hogy a félelmen, az a zsigeri félelmen felül emelkedni tudó elmét, azzal nem tud az ember mit kezdeni sokszor. És ez adja meg a drámáját, hogy egy ekkora értéket pusztítanak el lényegében, ami nekik is érték, de hogy ilyen szempontból megérted, hogy mi az, amitől elkezded Drakula felé rettenetesen kötődni. Igen. És megérted Drakulát is ezáltal. Igen. Igen. Mert Drakula megmondja, hogy ő volt az emberiségnek az egyetlen értéke, és ezért hagyta őket életben.
Meg ha már az égetésnél, meg Zsandáknál tartunk, volt a Drakulának egy elég erős mondata, hogy lényegében senki sem ártatlan, mert hogy ti mind végignéztétek, és senki nem szólt egy büdös szót se az érdekében, holott segítette a falusi embereket. Tehát, hogy ez elég régi dolog. Elég régi toposz újra és újra megismétlődött. De hogy nagyon szépen felelenítették. Nem tudok beszélni. Vannak itt ugye karaktereink, és akkor rá is tudunk mindjárt kitérni a szinkron hangokra. Itt van nekünk ugye Trevor, itt van Dracula, itt van Sypha, illetve egy negyedik karakter, aki csak az utolsó jelenetben jön be, Alucard. Igen. Színász kolléga. Úristen, hát az úristen. Igen, tehát én nem is tudom, milyen tartás volt ez, aki, ez milyen szimbólumot találtál a kezedbe. Hát ez egy ilyen lefolytott metálvilla volt, ugyanis Alucard konkrétan metál ebben a sorozatban, ugyanis ugyanúgy van összerakva minden egyes mozdulata, minden egyes képessége, amit használ, hogy pontosan ugyanaz, ami a játékban, és ugye ezért fontos, hogy én a Symphony of the Night-ot játszottam, amiben Alucardot irányítod. Aha. És ismerősek voltak a mozdulatok. Annyi minden van elrejtve a sorozatban, ami a játékra utalás, a vizualitásában rengeteg minden van, ami ugye a játékhoz utal vissza. Itt azért megemlíthetjük azt is, hogy hát a vizualitása egyrészt, hogy szemedgyönyörködtető, de az animációk folyamatosak. Nincs az, ami mondjuk a nemrég megjelent, szintén Netflixes Dragon Prince-nél, Sárkány Hercegnél volt, hogy ott darabos volt az animáció, mert nem volt nagy büdzsé. Ott ugye 9 részben operáltak, na ezt most ugye Eliszék leredukálták 4-re, így több pénz maradt az animációra. Igen. Jobban osztották be az erőforrásokat, és nagyon látszik. Megmerem kockáztatni, hogy a stílusa, a vizuális stílusa, a dizájnja már itt ott erőteljesen Avatar feelinget hozott. Vannak pontok. Stílus. Főleg az Avatárnak az utolsó évadából, ahol már nagyon csak vagy színekkel, vagy sokszor már csak rajzzal. Van egy pont, ez már nem egy második évad, de muszáj kiemelnem. És így emlékszem, hogy néztük Barbarával, és így ledöbbentük. Mehetünk a második évad felé, mert igazából azzal, hogy Alucardot felhoztuk, ő már erőteljesen a második évadnak a pillére konkrétan. Ott történik az, hogy felrobban egy ember. És a robbanást nem úgy oldották meg, hogy véres szafatokra robbant, hanem így a robbanás olyan erejű volt, és olyan közelről mutatták, hogy már nem voltak színek, Már csak mozgó formák, és a fehér alapon. Aha, igen. Volt egy ilyen pont, és ez volt így a vágóképnek a vége. És konkrétan fekete-fehérben robbant az az ember, és ahogyan az elmét kitöltötte, kiszínezte azt, amit nem láttál, az sokkal, de sokkal parább volt, és sokkal kreatívabb hatást keltett. Egyébként általában az, amit nem látsz, az sokkal félelmetesebb, sokkal parább az, amit nem mutatnak igen. meg, mert azt te teszed oda. Igen. Azonnantól kezdve a te agyadból fogan. Viszont tök jó, hogy felhasználtuk az Avatart, mert minőségre viszont a korra első évadát hozza. Nagyon erőteljesen, és nagyon látszik rajta, hogy Warren Ellis azt akarta, hogy ez menjen tovább. Tehát mindent, amit lehetett, beletoltak abba az első 4 részbe, és emiatt, hogy abba beletolták, kaptak egy akkora büdzsét, amivel a második évadot ugyanebben a minőségben tudták lehozni. Ami azért és ott nagyon nem hátrány. És 8 résszel kibővített karakterlistával. És úgy kibővítették azt a világot, hogy úristen. Igen, igen. Új karaktereket hoztak be. És milyen karaktereket? Igen, Hector, Isaac, Carmilla. Mindegyik szövegénél mindegyiknek a olyan jelenléte az egy olyan új szint hozott bele, amit előtte nem láttál abban a világban. És mindegyik érdekes. Ahogy belépett Carmillának a belépése az olyan volt, hogy na te meg ki vagy. Már most érdekel, de te ki a franc vagy. Tehát nagyon, nagyon jól van megírva. Első pillanattól érezted, hogy mi lesz, de hogy? Hát jó Isten, hogy? Igen, mert még mindig egyszerű a sztori. Nem bonyolult, hiába van politika benne. Amúgy, mivel Dracula a fő kolompos, ezért még mindig szögegyszerű az egész.
Tehát jó, emberiség kipusztult, mi, de hogy hogyan? Mindenki alatta áskálódik igazából, hogy ki szerezi meg a hatalmat, ki irányítja őt, ki amikor ér. És nagyon érdekes, mert ugye a két emberi karakterünk ugye a Dracula részéről az, aki tényleg olyan, akire úgy kíváncsi vagy, hogy ti mit kerestek itt? Hogyan jutottatok miért? Oda, hogy átvettétek Draculától azt a borzasztó nihilt? Azt a nihil igen, mert ők vannak még olyan szinten kiégve. Hogy tudtok ehhez az emberhez így kötődni? És olyan szépen finoman fölhúzzák, főleg ugye az Isaac. Nála nagyon erősen átérzed azt a kötődését, hogy miért tényleg bajtársa konkrétan Draculának ő. És, hogy... Tehát, és egyenrangú bajtársa úgy, hogy Dracula megveti az embereket, és őt konkrétan, tehát ő a legszorosabb jobb keze ott nála. Igen, mert valamiért, tehát és mégis. Egyébként azért szép, mert a politika, ami van a sorozatban, az le van bontva arra, hogy ki kihez lojális. Ennyi az összmozgató rúgója, és mivel ezt a konkrét fogalmat, hogy mi a lojalitás, ezt érted, innentől kezdve nem kell mindent külön elmagyarázni, nem kell 4-5-6 részt rászánni arra, hogy ki kihez miért hűséges, hanem pontosan tudod, hogy itt azon áll vagy bukik minden, hogy ki kinek fogad hűséget. És ez viszont sokkal árnyaltabbá teheti azt, hogy ők hogy viszonyulnak egymáshoz, annak ellenére, hogy szög egyszerű marad a politika, és érthető. És ez tök jól össze van rakva, mert ugye Dracula folyamatosan ott van, mint egy ilyen nagy árnyék, ami beborítja az egészet. És az első pillanattól a második évadnak ez egy alaptézise, mert igen. Úgy kezdődik a második évad, hogy Dracula ugye számon kéri Hectort, hogy megbízhat-e még benne. És akkor, amikor visszaigazolja neki, hogy igen, akkor osztja meg vele a belső dolgait. Uh-huh. És utána végén ugye még egyszer egy ilyen rímszerűen így rárímel megint ezzel a kérdéssel, és ez így innentől kezdve megszabja az egész évadot, hogy mire kell figyelned. Nem sok minden történik egyébként a második évadban sem. Nem, de... Hogy belegondolunk, mi történik? Dracula tervez, mi mindig csak ül a szélben. Néha Dracula depressziós, és ül a kastélyába, és néha elmozgatja. Igen, igen. Az emberek körülötte beszélgetnek, igen, beszélgetnek, és a főseink pedig beülnek egy könyvtárba, és könyveket olvasnak. A Belmont családnak, a gyilkos könyvtárába, ugye a leégett kastélya. És ott maradnak 6-7 részen keresztül, nem mozdulnak ki. De ez annyira jól működik dramaturgiailag, hogyha eljutunk a végére a dolognak, mert itt annyira építünk erre a depresszív, lassú, lassan fölépített valamire. Ami akciónk van, az kemény, de nem sok. Ott addig. De amikor van akció, akkor nagyon van akció, de addig folyamatosan egy helyszínen dolgoznak, egy helyen vannak, karaktert építünk, beszélgetések vannak, drámák vannak, és ugye visszahoznám itt, ehhez nagyon kellettek a szinkron színészek. Igen, és akkor beszéljünk, szeretnél volna a színész beszélni? A szinkron színészek után erre pont rá tudunk térni, úgyhogy jó, a szinkron színészekre beszéljünk is. Szinkron színészek. Kezdjük ott Draculával. Tudom, hogy Trevorral kellene, de nem az belefogunk. Draculával kezdünk, mert a sorozat is Draculával kezdünk. Igen. Szóval, én azt hittem, és én összekevertem, tehát a Graham McTell is annyira jól hozta, hogy azt hittem, hogy nem ő. Tehát amikor kitalálták, hogy ki legyen Dracula, legyen az a csóka, aki a Dvalint játszotta a Hobbitban. Igen. És így mi van? És így igen. És nem ismered fel. Nem, egyáltalán nem. Én először tök azt hittem, hogy a Trevor lesz. És nem. Nem, sőt, én azt hittem, hogy a Draculát a Tony Amendola. Igen, igen. Szinkronizálja, aki szintén ott van a stáblistában, és ha igen, ez ő. Mert neki van ilyen hangja. És helyette így benyög, és utána megnéztem az IMDb-n. És ott van, mi van? Megtem is volt a Dracula. Te jó Isten, igen. Barbara, nézz el a messzeségbe. Dvalin volt Dracula. Dvalin volt Dracula.
És neki ugye ráadásul, tehát mint Dvalin, neki egy nagyon tipikusan hősies, erélyes hangja van. És itt lehoz egy olyan kimért számító, okos gonoszt, ami félelmetes. Barbara, lefagyok. De most az, egyrészt azon vagyok megakadva, hogy a Tony Amendolának ismerős a neve. Nem ő volt a Brataka Stargate-ből? De azt hiszem, igen. De. Igen, ő volt. Jó, igen. Akkor már ennyi tiszta. Tehát, hogy nekem így nincsenek meg külön a nevek, de tehát nagyon bele tudtam helyezni magam ebbe a sorozatba, pont azért, mert a karakterek is zseniálisak, és nagyon jó hangokat találtak mellé. Tehát, hogy annyira jól ki van találva, és össze van rakva az egész, hogy így le a kalappal mindenki előtt. Dracula előtt így azt várnád, hogy ez a tipikus ha-ha-ha, hű, de gonosz vagyok, és közben ez a kimértség, igen, ez a csendesség, ez a visszafogott, ez a depresszió, amit sugároz magából, ez annyira brutálisan félelmetes. Igen, ami, nem emeli föl a hangját. Nagyon ritkán. Ami egyébként nagyon csúnya, mert a játékban viszont tényleg egy ilyen nagyon hangos, nagyon nagy, grandiózus, teátrális szinkron hangja van jóformán mindenhol, és itt viszont ez a számító, tehát konkrétan a csávónak sötét a hangja, ami kegyetlen. Tehát hanggal lejátszani egy színt, az durva. Nagy szinesztézia. Igen. Ez a kimért, sejmes. Olyan, de nincsen benne élek, tehát, nagyon hogy... Igen, az a, amikor van a... Azért mondom a sejmes, mert nincs jobb szó rá hirtelen a magyarban, mint az angolban a smooth. Amikor már érzek, sima. Hogy le... Igen, sima. Amikor nincsenek ilyen élek benne. Úgy élek, amik így fluktuálna egy kicsit is a hangja, hanem... Igen, elhiszed róla, hogy itt már év... 10 000-eket leélt ez a lény, és már nem tudja meglepni semmi. Igazából már teljesen úgymond kiforrott ő, mint személyiség, tehát már úgy már annyira kiforrott, hogy ki is van égve. Igen, már addig pallérozta magát, meg a személyiségét, hogy már nem tud hova fejlődni, és ebbont, mivel nem tud hova fejlődni, egyetlen egy dolgot tud most már csak, meghalni, és hogyha a halálában ő azt fogja csinálni, amit úgy gondol, hogy csinálnia kell, és pont. És itt nem lesz kérdés, mert most mi más legyen. Igen, és ebben benne van az is egy kicsit nekem, hogyha kellően hosszú ideig élsz, akkor ki fogsz égni a francba. Egyébként Draculának a hangja, az konkrétan olyan, minthogyha sejem függönnyel folytogatnának. Ez aztán a szinesztéziából a hát egy költői. Tehát, hogy az konkrétan olyan, mert egyszerűen lágy és folyamatos, és nincsen, tehát egyáltalán nincsen érdesség a hangjában. Nincsenek meg ezek az élek, amiket mondtál, hanem tényleg egy ilyen, mint ahogy a víz folyik. Igen. Olyan hangja van. És fenyegető. Viszont fenyegető, és ezért folytogató. Draculának a hangja konkrétan Leonard Cohen, I Want It Darker című száma. Igen. Igen. Ezt egy szinkron színész ezt a számot lehozza a hangjával. Igen. Az a vicces, hogy most csodálkozhatok, hogy most már 5 perce beszélünk csak a Dracula szinkron színészéről és a teljesítményéről. Higgyétek el, fontos. Fontos. Itt nagyon. Kimagasló a színészek. Nem csak mondom szinkron színészek, a színészek teljesítményeik. Ők keltik életre a karakterek. Rettenetesen sokat tesz a karakterhez az, hogy hallod. Igen. Nagyon sokat hozzá. Az ellentéte, Alucard. James Callis. Én rögtön felismertem, mert nemrég néztem a Battlestar Galacticát, és így azt mondtam, hogy oké. Alucard hangjáról első körben én konkrétan azt hittem, hogy ő Liam O'Brien. Mert hasonló a hangszínük egyébként, de annyira Alucardnak is egy fenyegető hangja van. És ez nagyon jellemző, hogy a legtöbb vámpír karakternek fenyegető a hangja.
kifejezetten annak ellenére, hogy egyébként Alucardnál benne van egy ilyen emberi... Kicsit apja fia. Igen. Picit. Meg igen. Van benne egy kis flegmaság. Igen. Az nagyon... Az, igen. Nagyon... Az, az ember rész. Egy kis fűszer. Az tuti, hogy az anyjától van. Igen. Igen. Egyébként biztos, mert hogyha az anyját megnézed, amilyen jelenetei vannak, ő is beállít Alucardhoz, beállít Draculához, és számon kéri, hogy mi az, hogy a kabátját nem kéri el, nem hívja meg egy ritualra? Egy tonna cinizmust hivatlanul. Ja. Meg mi az, hogy itt mind magadnak tartogatod ezt a tudást, amit csinálsz? Na ez akkor jelenik meg még első évad végén, amikor így végignéz Trevoron, meg Cini Sci-Fi, ez a... Ah, igen, egy démonvadász, meg egy mágus. Oké, jók lesztek ti a proféciámba. És így ez a... Jó, okay. Ez a jók lesztek ti a proféciámba, ez zseniális mondat. Tehát ez fergeteges. Igen, és ez ahogy mondja, ez az a szép, hogy nagyjából, tehát érezhető, hogy Drakulából lett úgymond visszafejtve maga a hang is, meg a karakter is. Csak itt még nincs mögötte az a csendesség, az a kiégés. Az nincs meg az a... Majd már 10 000 év múlva. Igen, hanem azt mondja, hogy jó rendben, hát nagy szarban vagyunk, tehát érdekli, tehát lehet érezni Kellys hangján, hogy rendben ő is, tehát kapott egy szép nagy bacsút az apjától, tehát ami folyamatosan így a vállán van, és érzel egyszerűen a hangján. Hát, amit érzel benne, az brutálisan gőg, meg. Igen. Oh, önteltség. De nem hajlandó kiadni, nem hajlandó csak úgy odaadni, és azt mondja, hogy nem, ezzel itt belül el leszek, én ezzel itt belül szépen feldolgozom, és ezt rohadtul lehet benne tisztelni egyébként. Tehát mondom, Kellys hangjából jön ez le. Nem kell bemutatni, nincs idő bemutatni, mert 8 részünk van, nincs idő bemutatni. Kicsit jobban kivannak bontva a karakterek, de olyan sok időt nem töltünk el velük még most. Nem csak, hogy batyút kapott, hanem benne egy hatalmas belső konfliktus dolgozik, mert tehát, hogy melyik szülőjét tisztelje. Igen, de csak ilyen nagyon finoman húzzák fel. Tehát a végéig nagyon-nagyon finoman, és nagyon picit... Látod a karakteren, hogy ezt ő nem hajlandó kirakni. Hogy egy brutálisan kemény páncél az egész, és hogy kifele egy nagyon szép, látványos, díszes váza, aminek a belsejében ott a rengeteg sötét. És nagyon sokáig, tehát a sorozatnak a nagyon sok részéig csak és kizárólag ezt a vázát látod. És ezt bontogatják ott a több részen keresztül, és ezért tudnak a karakterek végre egymással beszélgetni, mert első évadban erre nem nagyon volt lehetőség. És a személyisége is ilyen, hogy ő így előadja magát, ő így és nagyon menő, nagyon benesz, nagyon, és azzal, hogy ezzel a sármjával elvarázsol, mert brutálisan sármos a karakter, igen. Ezzel kb. Az összes problémáját így elsinítja. Hogy ezzel ne foglalkozzatok, ez vagyok én. És ezt a nézővel is megcsinálom, mert nézem végig, folyamatosan egy eszméletlen bedesznek tartottam a karaktert. Alucard hangjához annyit fűznék hozzá, hogy ha Dracula hangja az konkrétan a sötétség, Alucard hangja az a fájdalom. Bánat. Viszont amit meg hozzá kell tenni, hogy az összes szinkron hang mögött, nem is csak a szinkron hangok mögött, a karakterek mögött úgy, hogy nincsen fölvezetve hosszan ez a része. 10 000 év történelme van benne abban a karakterben. Úgy, hogy csak ilyen vizuális dolgokkal mesélnek. Semmit nem vezetnek le, semmit nem fejtenek vissza, hogy egész, az honnan az indult. Az egész világban érzed, hogy valami nagyon ősi módja igen. van az egésznek. Igen. És ezt a nagyon apró ecsetvonásokkal festik fel, és átérzed, ott vagy, igen, tudod, hogy ez a világ így van, és hogy mennyi múltja és történelme és van. Ez főleg James Kellysnek a munkájában tükröződik borzasztóan. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ja, igen, Alucard... szerepére felkérjük a Dokit a Battlestar Galaktikából, akkor én kiröhögöm őket. Ugyanez, hogy felkérjük Dvalint a Draculának. Ugyanez, felkérjük Thorint a főszereplőnek. Az kegyetlen igen, volt. Igen, Richard Armitage-ről beszélünk. Tehát rögtön a második rész fénypontja, mert ott kezd el beszélni, és igen. Ott van az, amikor egy Barbarával néztük, és így 2 perc után már dőltünk, sírtunk a röhögéstől, hogy remélem elvéreztek a seggetegen keresztül. Olyan szövegei van. Annyira
finoman kimunkáltak a karakterek, nagyon kevésből, és nála itt nagyon érzed, hogy olyan beszólásai vannak, de közben annyira érzed, hogy mennyire egy megtört, megcsömörlött, brutálisan a padlót végig, mocsokba végigmászó, minden rosszba benne, minden rossz átélt karakter, hogy az valami hihetetlen, és ezek a hangok nagyon adják hozzá. És egyébként, ha meg összerakod egy jelenetbe őt, meg a Lucardot, akkor ott dől az arany. Tehát, hogy az olyan, mint hogyha a jackpotot belőtték volna neked. Onnantól kezdve fantasy buddy cup movie-t nézve. Az igen. És egyébként az a csúnya, hogy Trevornak a hangja tökéletes ehhez a megtört démonvadászhoz. Tehát tényleg a hangján keresztül több ezer év Belmont família szólal előre. Azt tudják megcsinálni konkrétan, amit szerintem eddig egyedül fantasy zsánerben a Trónok harcába Arya és a Hound. Igen. És az valami brutális. Igen. Mert ahhoz meg kellett egy George R. R. Martin, meg egy D.B. Weiss és David Benioff, hogy meg azt a kettőt lehozzák. Meg legalább az a 4 évad, amíg eljutottak arra a pontig, és fölépítették. Igen. Úgy. Itt meg volt összvisz 12 részükre. Igen. És már az első részben elkezdték ott a marakodást, vagy a minimum a másodikban, a második évadban. Tehát, hogy elég volt 5-6 rész. Ja, ez kicsit már... ilyen Gimli-vés Legolas, csak alpári verzió. Sőt, első évad végén ott már érezted, hogy itt fölkelt ugye Alucard, és így... Ó, bazzeg. Igen, igen. Jó Isten, mi lesz. Egyébként ez egy tökéletes kifejezés arra, hogy Trevor hogy beszél. Trevornak a hangjában, minden egyes szavában benne van ez az ó, bazd meg érzés. Igen. Tehát és ebben az ó, bazd megben benne van az ősi idők és évezredek ó, bazd megje. Tehát, hogy ez tényleg az a fajta, amit nem tudsz máshogy kifejezni, mert ez egy ilyen szintű fáradtság, minden ami egyes benne van. Ó, bazd megbe az egész Trevor família megszólal. Igen. Tehát azért mondom, hogy több ezer év történelme szólal föl a karakterek hangján keresztül, és amikor ők ketten egymás mellé kerülnek, és elkezdik egymást oltani... Két dinasztia lényegében. Nem is csak az, hogy a két dinasztia, érted? Az egyiknek a hangján felszólal több ezer év démonvadászat, a másiknak a hangján felszólal több ezer év démon. Sőt, embergyűlölet, ha úgy veszük. És egyébként Alucardban is, meg az összes vámpírban, és ez tök jó, hogy ez benne van, az összes vámpírban van egy nagyon magas fokú, de nagyon finoman összerakott rasszizmus az emberekkel szemben. És ezt minden egyes momentumban, amikor emberekkel kell kommunikálniuk, ezt nyomják folyamatosan. Tehát utoljára ilyet a Witcher 1-ben, Witcher 2-ben láttam, a tündék emberek elleni részlegben, tehát hogy ők voltak ennyire zsigeri szinten rasszisták. Megnézzük például Carmillának a rasszizmusa is egy teljesen másfajta, amin sírtam a röhögéstől, az, amikor megtudják, hogy a Belmont könyvtárba mentek a hősök, és akkor így mondták, hogy kérdezik, hogy hát az miért probléma? És hát akkor jön, hogy igen, azért probléma, és megint jön a Carmillának az ó, bazd meg-e. Igen. Nyugodtan mondjuk ki. Igen. Mert ő ki is mondja, hogy azért, mert azzal a tudással, minket évezredeken keresztül levadáztak, megöltek. Igen, tehát, hogy... És itt látszik, hogy ez nagyon sokat egyébként elárul a Carmilla karakteréről, hogy oké, tipikus domina karakter az egész, tehát nem szól másról, de ezt a félelem hajtja. Mert benne van az, hogy az emberek erre is képesek. És őket még csirájában le akarja folytani úgy, ahogy van, és az egészet úgy, ahogy van, ledominálni. A Carmillában nem csak az emberek fele van felsőbb rendűség érzet, a saját faja, és azon belül is főleg a férfiak irányában. Igen, tehát ott tényleg brutálisan ő ez a nagyon domina karakter. Ő, tehát amikor elmondja ugye az öreggel a dolgait, és ahogy ott azt bemutatják, hogy ő lényegében miért is ilyen,
onnantól megérted, mert tény, és azért egy nagyon pici, nem nagyon, csak egy hagyapömpölőnyit sajnáltam Carmillát, hogy eljön ettől a véntrottytól egy másik véntrottyhoz, aki szintén nem akar kezdeni semmit az életével, csak és amúgy hagyjás, tehát, hogy igen. Igen. És hogy akkor hova tűnt, úgymond az a vezetői szellem a férfiakból, ami miért hát többségében a férfiak feleltek eddig a világban, és így jó, hát akkor majd ő megoldja. Igen, hogy hat így gyökerek vagytok, akkor majd én. És így valahol jogos. Tehát valahol jogos, mert Dracula az is egy, nyugodtan mondjuk ki, az is véntrotty lett. Igen. Mert így, ő is megfáradt, és ez a jó van, rendben. A legvérnőszőbb karakter a viking vampír. A Godbrand. A Godbrand. Igen. Ja. És ott megjegyzem Peter Stormer megint jól. Hát ő egy tipikus comic relief karakter, de zseniális. Igen, igen. És örültem, hogy nem Carmilla nyírta ki. Igen. Aha, igen, mert az hanem, azért hanem elég kicsés lett volna. És ott Isaacnek ott nagyon-nagyon sokat adott a személyiséghez, hogy ő azt mondta, hogy ez Draculáért, és akkor így. És nem is mondta el Draculának. Igen. Tehát, hogy nem... Tehát neki ez teljesen természetesen. Igen, neki meg Draculának a kapcsolatot végig minden csatajánatnál, minden megmozdulásuknál egy nagyon sokba pluszba épít. Majd amikor a végén visszatérünk el, mert nem akarok gyorsan a végén. De egyébként tehát az érdekes, hogy Dracula az tényleg a gonosz. És azért mondom, hogy ő a gonosz, mert benne van a 8 részen keresztül ez a mérhetetlen nihilizmus mindenfelé. Tehát ő tényleg nem érdekli, hogy maradt fönn bárki is az embereknek. Nem érdekli. Őt ez nem foglalkoztatja, ő neki az az egy célja van, hogy mindent kipusztítson maga körül, és ezt meg is fogja csinálni, hogyha nem áll az útjába senki, aki le tudja győzni. Az egyetlen baj, ugye, hogy annyira tojt bele, de tényleg, hogy ezzel ugye elárulta a szándékait. És hát nyilván a többiek nem akartak meghalni, szóval... De egyébként Draculában, hogyha megnézed, az is benne van, hogy ő nagyon régóta nem táplálkozott. Tehát Dracula konkrétan éhezik. Hát gondolom részben a depresszió miatt, részben meg talán a felesége iránti tiszteletből. Egyszerűen nem beszél. Nem véletlen vannak ennyire egy hullámhosszon ezekkel, ugye, aki ezt kérte. Ezt amúgy nem is vettem észre, de igen, Dracula folyamatosan fáradt, és folyamatosan ül. Mert arra fókuszál, hogy legyen annyi ereje, igen, hogy ezt mondja is, igen, hogy többször meg is említi, hogy az erejét ugye tartogatja. De most képzeljétek, hogy akkor Dracula ereje teljében volt megfáradt öregemberként. Igen, tehát hogy a Dracula ilyen megfáradt öregemberként, nem akarom látni milyen, amikor ereje teljében van. És egyébként Alucard viszont vele szemben egy ilyen tipikus fiatal vámpír. Ami azért furcsa, mert egy vámpírból rohadtul nem várod ezt a fiatal életerőt. Viszont ő meg tapasztalatlan, mondjuk az apjához képest. Meg akár Trevorhoz képest is, akinek meg ugye a vérében csörög több ezer év. Igen. És megtanul túlélni már rég. Igen. Mert az a durva, hogy ugye, hogyha nézegeted az évszámokat, hogy Alucard voltak éppen kb. Egy év alatt nőtt fel. Tehát, hogy... Igen. Igen. Azért, ha ebbe belegondolsz, tehát így nem csoda, hogy tapasztalatlan. Igen. Meg tegyük hozzá, hogy például Trevornál nagyon sokat számít az, hogy ő megtanult itt túlélni. Tehát a második évadnak a nagy része pontosan arra épült Trevornál, hogy neki vissza kell hoznia azokat a dolgokat magába, amivel túlél. Tehát őket nagy részt az menti meg ott a könyvtárban, hogy Trevor tudja, hogy kell túlélni. Igen, és megvédeni másokat. Mert ugye erről szólt az egész, az a családjának a küldetése. És amikor ott előkerül a Morningstar, A Morningstar az megint egy nagyon erős kikacsintás a játékokra, ugyanis ott van ez, hogy csak a Belmontok tudják ezt a fegyvert forgatni. Mert egyébként mindenki másnak elszívja az életerejét. Mert a Morningstar az ezt tudja, annak ez a képessége. Már a legelső játék úgy indul, hogy alapból egy ostorral kezdesz, igen. És amikor fölfejleszted a karakteredet, ugye akkor még Trevort Maxra, akkor kapod meg a Morningstar-t. Mm-hmm. Igen, tehát hogy az is benne van egyébként, de hogyha azt veszed,
ha már Trevorról meg Alucardról azért beszéltünk elég sokat, azért ennek a csapatnak van egy harmadik tagja, akit én viszont kifejezetten imádtam így emellett a kettő mellett. Egymagában annyira nem egy érdekes karakter, de ha összerakott Trevorral meg Alucarddal, akkor hármójuk között megvan ez a rasszista tapasztalatlan vámpír, meg a tapasztalt démonvadász, aki, a tapló alpári démonvadász, akik közé beékelődik a moralitás hangja gyakorlatilag. Egy tanult, okos, pozitív szemléletük, még ebbe a mocsok világba is egy pozitív kisugárzású karakter. Tehát ő, akármennyire is depresszív a világ, neki a megnyilvánulás, Szájfának a megnyilvánulásai folyamatosan a remény sugárt hozzák, hogy de, és ugye az egész speaker cast is ez, hogy ők őrzik ezeket az utolsó reményfoszlányokat, amivel ez a világ még lényegében egybe van. Igen. És egyébként, hogyha azt veszed, Szájfa kifejezetten is egyébként ezért jó, hogy ő egy mágus. Mert ugye Szájfa innentől kezdve maga a világban az a picike kis megmaradt varázslat, ami benne van. Ami még nem lett összemocskolva. Tehát Szájfa konkrétan attól, hogy ő a mágus a csapatban, ő a varázslat a csapatban. És általában tényleg az van, hogy ő egyensúlyozik Alucard meg Trevor között, és mind a kettőt mindig egy picit próbálja a két világot egymás felé mozdítani. Meg az ő karaktere húzza ki egy kicsit, tehát ő a legártatlanabb a hármójuk közül, lesz tök egyértelmű, és ő húzza ebbe az irányba a dolgokat, amennyire tudja. Igen. Hát a depresszióból mind a kettőket szépen próbálja kihozni, hogy próbálják mentálisan a egy lelket. Nagyon erős rúgást ad mind a kettejüknek magával. Igen. A jelenlétével. Igen. A jelenlétével is, meg azért tehát a jelenlétével, a szavaival, meg a hozzáállásával is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Trevor felvállalja azt, hogy ő kicsoda és mi a szerepe. Igen. És az, hogy felvállalja, arról is elfogadja lemondott. Egyáltalán. Igen. És a tényt, hogy őt valójában fizikálisan nem, de agyban legyőzték. Igen. Mert nem áll ki már azért, amért kiáll, és végül aztán megkapta a lelki fröccsöt. Igen. Tehát így a három az nagyon erős, mert tényleg az van, hogy Trevort mindig egy kicsit rugdassa oda, hogy akkor emberibb legyél, mindig legyél egy picivel még emberibb, másszál ki a taplóságodból, Alucardot meg mindig húzza ki ebből a gőgből. Tehát ő konkrétan a kettő között áll, és így húzza magához egyre közelebb és közelebb ezt a két karaktert. És ezeket egyébként nem tudják egy-két perces jelenetekben lehozni, tehát ez már túl sok, és ekkor viszont 4-5 perces jeleneteket kapunk, ami, ha 20-25 perces, igen, 20-25 perces részek tükrében a negyede vagy az ötöde a résznek. De ezért durva, hogy végig a könyvtárban ülnek, és a karakterek interakciói annyira eltaláltak. Vagy a könyvtárban vagyunk, vagy a kastélyban lényegében. Igen. Igen, igen. És mégis feszült, feszes az irama az egésznek, tényleg érződik, hogy eljutunk A-ból B-be, ismételten a második évadban, ugyanúgy az elsőbe tettük, és úristen, micsoda B-be jutunk. Fölépítenek lényegében egy szent háromságot egy olyan Igen. helyen, ahol az egyház kb. Egy ilyen nagyon negatív erő. Az a szép egyébként, hogy nem éltek, egyáltalán nem éltek ezekkel a tipikus rajzfilmes, főként animés klisékkel. Tehát itt nem egy három másodperces jelenet alatt találjuk meg a könyvtárban azt, ami nekünk kell, hanem pont ezért van hosszúra hagyva az összes jelenet, ami a könyvtárban zajlódik, hogy lásd azt, hogy igen, ők itt kutatnak. Ők itt keresik a megoldást. És itt nagyon kell az, hogy lassú, vontatott, monoton, fárasztó az, hogy ők itt vannak, és hogy ez folyamatosan. Nagyon nem rossz, de nagyon leül itt a dolog, de tudatosan és fontos. Ehhez azért mennyire tökösnek kell lenni írói szempontból, hogy azt mondjad, hogy bízzál annyira a nézőközönségedben, hogy meg igen, a saját munkádban. Igen. Hogy magabiztos legyél. Igen, magabiztos. 5-4-5 részre leülteti a szereplőket egy könyvtárba. A más szereplők másik felét, meg egy kastélyba. Hogy jó, azok kalapáljanak, az ott ostorozza magát,
az ott pofázzon, az ott járkáljon, az meg ott... Az meg ott nézzen szépen, mert ő egy csillogó vámpír. Így van, így van. És ennyi. És nem kell több, és működik. És húristen, hogy működik a vége. Próbáljuk meg nefröcsögéssel összeszedetten előadni. Amikor eljutnak a végén a kastélyhoz, és az a csata jelenet, és ott megszólal a Bloody Tears. Az micsoda? Az kérlek szépen a zene, ami alatta szól, és az a leghíresebb száma. Tehát magyarul... a játéknak, konkrétan a Castlevania 2 Simon's Questnek a fő témája, a Bloody Tears. És ezt most Trevor Morris, a sorozat zeneszerzője feldolgozta? Igen, és ez konkrétan egy chiptune zene a második rész alatt, a Nintendo-s játék alatt. És orgonába hallod a csata jeleneknél. És amikor meghallottam, a szőr a karomon így 40 méter magasra fölugrott. Te jó Isten! Igen, egyébként az az utolsó... És ott dara! Az az utolsó csata jelenet, az azért marha érdekes, mert ott tényleg megkapsz mindent, ami eszenciálisan Castlevania. Ami a játékban benne van. Tehát Trevor ostorozgat, Alucard rohangál, röpköd mellette egy kard, mert egyébként Alucard úgy vív, hogy nem fogja meg a kardot, mert ő ennyire flegma. Ő annyira flegma, meg annyira gőgös, hogy a saját kardját nem fogja meg. Farkas alakot vált. És a farkas akkor... alak az megint csak a játékból egy átvezetés. A karddal, igen. A karddal együtt. Volt, tehát Dark Souls beütésem igen, volt, bocsánat, muszáj volt. Igen, igen. Azért hoztam fel. Igen, a Dark Souls egyébként Dark nagyon... Dark Souls innen nyúlt a lényegében. A Dark Souls az nagyon erősen építkezik a Castlevania-ból egyébként. De azért mondom, hogy... Nem véletlen, mert ugye a Castlevania a Konami. Igen. Tehát, hogy az utolsó csata, az tényleg olyan, hogy feszült, izgalmas és érdekes. Érdekel, hogy mi történik a karakterekkel. És tegyük hozzá még a karaktereknél Sci-Fi-t is, aki ugye szintén a játékbeli képességeit használja. Milyen kreatív van? Nem is csak az, hogy milyen kreatív van. Milyen kreatív alkotónak kell lenned ahhoz, hogy azt mondd, hogy oké, a játékbeli képességeket, azokat átdolgozom úgy, hogy az én animációs sorozatomban, a csata jelenetben ez ne csak, hogy működő legyen, a karakterektől indokolt is legyen, és a karakterek kreatívan alkalmazzák. Tehát ez egy olyan és ez mind a személyiségjegyük része. Igen. Ez egy olyan vállalás, amit így nem tudtam, hogy ideig el lehet jutni. Tehát én íróként nem tudtam, hogy el lehet jutni erre a pontra. És ez 12x20 percben. Warren Ellis egy állat. Igen. Ez egy jó kifejezés. Igen. Ez tényleg öröm volt nézni egyébként, mert ugye egyenként is ugye nagyon jól működött, hogy mindenki hozta a személyiségét, de amikor összefogtak, hogy mondjuk amikor a Sci-Fi jéggel megtolta a Trevort, hát fú, az ilyen, az csapatmunka. A csapatmunka szakértünk. Igen. 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 Igen, egyébként az nagyon, és az a csúnya, hogy amikor eljutnak Draculához, ott hiába pontosan tudod, hogy ez arra fog kimenni, hogy Alucard és Dracula párharca lesz. De ettől függetlenül Alucard onnantól kezdve egy csapat része. És ott van mellette mind a kettő, és annak ellenére, hogy nem nyomják el egymást, mindegyik iszonyat izgalmas, amikor küzd. Plusz nem hozták azt az animékre nagyon jellemző baromságot, hogy állóképet nézünk, ami utána villan egyet, és akkor rakd össze a kettő közt a mozgást, hanem itt minden mozdulat igen, rendesen végig van animálva, folyamatos. És azt tegyük hozzá, hogy amikor elkezdődik a csata jelenet, ott ugye nem csak azért katarzis az egész, mert hogy végre csata, és ugye azért is, de nem csak azért, hanem mert ott konkrétan a karakterek szempontjából egy szintlépés szintén ez a katarzis, ez a katartikus pont. Maguk a karakterek is fejlődnek abban a pillanatban. És végre eljutnak, fölvállalják a dolgaikat, úgy harcol, maga a harc, amit lerendeznek, abba visszajön az, hogy fejlődtek a karakterek. Uh-huh. És valami gyönyörű. És amikor lemegy a dara, az az egész dara, és utána Alucard meg Dracula, ugye a tükör, uh-huh. Ugye megküzdenek egymással, ott hangulatot váltunk. Ott átmegyünk olyan
durván, megviselő, mély és megrikató drámába. Mint hogyha hirtelen így átvette volna Mario Puzo az írást, és azt mondjuk, hogy hát akkor Don Padre, kérem. Akkor most jöjjön a lényeg. A lényeg pedig az, hogy, hogy a gyerekszobájába, tehát Alucard gyerekszobájába szépen átmegy a csata, és ott így Dracula rá döbben, hogy a saját fiát öli meg, az utolsó ajándékát a feleségének. És ott konkrétan, amikor szembesült ezzel, így lefagysz. Tehát így, és konkrétan ott Dracula már tudja, hogy meghalt. Mm. Ezzel Dracula saját magának halott. Végleg. Igen. Azért ez fú, ritka, hogy valami ennyire finoman legyen ábrázolva. Igen. Hogy ne kelljen, hogy csak egy-két szót kelljen, vagy csak egy-két animációt kelljen használni, mert amúgy csendes a jelenet. És színészek, az a hang, amit ott, az a mély, sejmes hangra, ott egyedül picsaklik meg az a hang. Mm. Ott konkrétan zokogásba törelt az a hang, hogy a saját fiam. Igen. Sőt, nem is magának mondja, hanem hogy a feleség mondta, hogy a saját fiunkat töröd meg. Igen. És tehát hogy belegondol, nem győzzük kihangsúlyozni a színészi munkát. Mert ezt egy fülkében, fejhallgatóval a fejeden, egy mikrofonval beszélve, a papírt markolva kell felmondani, hogy ennek ilyen hatása legyen éppen ott abban a pillanatban. Na, ez teljesítmény. Az emberek nagyon nagy része, akik nem ássák bele magukat ezekbe a szakmákba ennyire, annyira se, hogy földerítsék, hogy ez milyen. Nagyon sokan azt gondolják, hogy szinkron színésznek lenni az nem egy bonyolult munka. Szinkron színésznek lenni bonyolultabb munka, mint színésznek lenni. Tehát az meg van támogatva plusz egy specializációval, hogy te ezt úgy vagy képes átadni, hogy csak a hangod van hozzá. És ez nagyon brutális, hogyha azt veszed, hogy itt egy animációs sorozatban olyan szintű hangjáték megy, amit hogyha külön hallgatsz, ha külön a képet is lekapcsolod hozzá, akkor is érzel belőle mindent. És ez itt brutálisan kijön. Igen, tehát hogy ez olyan színészi munka volt, hogy tényleg, ha egy kazettáról hallgatnám, akkor is nagyon ütne. De ugyanakkor az animáció, illetve tehát, hogy a megrajzolásba is a látszott, hogy összetört. Tehát, hogy azért ez mégiscsak egy rajzfilm, szóval... Igen, eljutunk a Vízipók Csodapóktól így ideig. Nem akarom mondani, bocsánat, de mindig ezt hozom fel, hogy ez a... Jaj, hát nem is tudom, ott a Pók szomszédságban, amit talán, micsoda. De... Most meg hirtelen arról beszélünk, hogy egy vámpírnak, amit amúgy Bram Stoker regényből nyúltak, annak az egzisztencialista bajait hogyan rajzolják meg, úgyhogy... Hát ez már nem a Nupagagyi. Igen, és ugye az is benne van, hogy... Tehát, hogy Dracula részéről az, hogy ő meghalt magának, Alucard részéről meg, tehát, hogy az elkeseredettség, meg a reménytelenség, mert vesztésre állt végig. Ha ott nincs az a momentum, ha véletlenül nem abba a szobába szabadulnak be, akkor több hónap éhezés ide vagy oda, akkor valószínűleg bukta van. Alucard esetében én, amikor már magát a sorozatot néztem, én tudtam, hogy nekem van egy másik Alucard, akit sokkal jobban szeretek, de itt Alucardtól a szívem szakadt meg. Tehát ott az kegyetlen volt, amit lenyomtak vele, mert tényleg vesztésre áll végig. Mert egyébként Dracula még így is sokkal fenyegetőbb és sokkal kegyetlenebb, mint ők hárman együtt. Úgyhogy már körülötte a minionjai, meg mindenki. Már senki nincs, csak Dracula saját magában. Így. És így fenyegetőbb, mint ők hárman együtt. És ott döbbensz rá, hogy lényegében Draculának erre az egészre nem is lett volna szüksége. Igazából... ez így kimondva nagyon durva. Akartam mondani egyébként, és itt már egyébként már majdnem rátérhetünk a végére, de ezt akartam kihozni a végéből, hogy mit jelent a vége, de színász fejezbe kérlek. Szóval itt konkrétan a fájdalom, amit átélnek a karakterek, nem is csak a fájdalom, minden, amit a karakterek éreznek,
azt te, mint néző, ugyanúgy érzed. Amikor ők katarzist élnek meg, akkor te is megélsz egy katarzist, és ez nagyon durva, hogyha egy ilyet át tudsz adni, akármilyen médiumon keresztül adod át. Amikor a karakter szintet lép, akkor te mentálisan is szintet lépsz. Ami nagyon ritka. De itt minden pillanatban ez van. És ezt egy videójáték adaptáció csinálja. Igen. És ezért van szint lépés, level up. Szeretném jelezni. Azért az, hogy egy videójáték adaptáció csinál ilyet, az azt jelenti, hogy igenis lehet interaktivitást rakni és a sorozatokba. És azt is tegyük hozzá, hogy ezek után ezt megnézve szégyellje magát az összes filmrendező, aki videójáték adaptációt csinál. Ja, csak annyi, hogy a katarzis mellett, ami még nagyon érezhető volt, az a veszteség. Tehát, hogy amikor szétrombolták a kastélyt, nekem a szívem szakadt meg egyébként, mert az tényleg több ezer, akár több tízezer év kollektív tudása volt. És az Alucard is úgy volt vele, tehát, hogy ő még meg is fogalmazta, hogy Dracula egy tudós ember, egy művelt ember, aki mindezt a tudást, hogyha nem az adott szituáció lett volna, akkor jóra is használhatta volna. Ott volt ebbe az, hogy fölnéz az apjára. Igen. Akármennyire is ellene van, de az apja. Hát a döntésével nem értett egyet, de ettől függetlenül, igen. És neki ez kell, tehát ennyi maradt neki lényegében. Gyakorlatilag... És ez nagyon-nagyon durván kijön a végére. Igen, és az egyetlen kegyelem, amit tudott adni az apjának, hogy már azt mondja, hogy jó, ne szenvedj tovább. Mert ott már nem azért töli meg az apját, nem, nyilván azért, mert tudja, hogy tök mindegy. Tehát, hogy ugyanúgy folytatni fogja a dolgait, hogyha ebből még visszatud. Öli meg. És kegyelem az, hogy ott helyben megölte, mert nem szenved tovább egyszerűen. Tehát nem emészti tovább őt már a harag. És ez rohadtul szomorú. És végül hát nem is tudtam, hogy miért kapunk 8. részt, mert ez a 7. rész végén történik. Pont ezért kapunk egy 8. Igen. részt, hogy azt és lásd, hogy Alucard itt nem az, hogy kegyelemből ölte meg az apját, nem. Ő úgy döntött, hogy ő erősebb, mint az apja, és ezért átvette tőle ezt a terhet. Igen. Tehát azzal, hogy ő megölte az apját, átvette az összes terhet, az összes fájdalmat, az összes kint, ami azon tehát abban az emberben benne volt, azt ő átvette, és ezzel él tovább, de ez akár szépen, örökké. Milyen szépen brutálisan reflektál ránk, úgy általában a családra, hogy te az őseidnek a dolgait viszed tovább. Igen. Mindent. Nem csak a jót, hanem minden rosszat is, mindent, amit ők felhalmoztak magukba, annak te egy pálata vagy lényegében, és viszed tovább mindazt, amit a családod, te magad képviseled a családodat. És ennek pont, hogy az utolsó jelenetben csapódik le leginkább, aminél hát egy kusban voltam egy ideig, miután így elsötétedett a képernyő, és ki, bocsánat, megjegyzem, az utolsó jelenet kiérdemelte a néma stáblistát, de maradéktalanul. Ilyen csöndben ekkora katarzist megélni? Ez az volt, mert akkor jössz rá, és itt mondanám azt, hogy erre nem volt szükség. Tehát amit Dracula csinált, arra rohadtul semmi szükség az ég egyadt a világon nem volt. Mert egyetlen dolgot kellett van Draculának csinálnia. Gyászolni. És azt csak Alucard teszi meg a végén ott a székben ülve helyette. És akkor tényleg, megedzem ezzel reflektálnék a Wind River-es adásra. Amikor mondtuk, hogy ha megengeded magadnak, hogy gyászolj, és hogy tehát, hogy átéled a fájdalmat, akkor visszakapod az emlékeid. Igen. És azt látjuk, hogy a kis Alucardot kergeti az anyja meg mit. Amikor így eltávolodik így a kamera, Alucard elkezd sírni, és akkor jössz rá, hogy az egész erről szólt, hogy Dracula nem volt hajlandó gyászolni, és ezt Alucardnak kell megtennie. Igen, és Alucardnál jön ki az nagyon erősen, hogy itt akartam visszatérni arra, amit az elején mondtuk, hogy Alucard végig egy váz, egy váza. Csoppomik le. És ott van az abban nagyon csöndes, nagyon pici pillanat. Végig ez a tipikus
animés szép fiú karakter. Akit úgy addig a pontig, amennyire látod mögötte ezt a sötét, nagyon rossz dolgot, addig a pontig ugye a rajongók is, meg mindenki nagyjából így kezdi, ah, oh, úristen, igen, ez a, mi nem vagyok ennyire menő, ez a minden a srác. Igen, és abban a pillanatban, hogy Simonék, vagy Trevorék elmennek, és ugye itt következik az, hogy valószínűleg a következő évad szerintem Simon lesz. Mert ugye ott azért felvetődik az, hogy Trevor meg Sci-Fi ugye egy boldog élet felé mennek tovább. Mm-hmm, igen. Gyanús, hogy igen. Be kell hoznunk a legpopulárisabb karaktert, aha, a játékszériából ebbe a sorozatba. Tehát, hogy ott valószínűleg Simont kezdik már el fölhúzni. Másik részről ugye itt, amikor Alucard bejön, az így ez az egész jelenet, és így végignézett, hogy ez milyen csendben végigmegy, hogy itt leomlik ez a kép, amit mi magunk fölépítettünk róla, és meglátod a vámpír szép fiú mögött a megtört embert, és ott elkezdesz vele együtt érezni, és így, és ott kell a stáblista némakus, mert ott nem szólalsz meg egy 10 percen keresztül legalább. Trevor Morrisnak a kis apró zongorá billentyűi is elhallgatnak ott azon a ponton. Bocsánat. Mondd. Ja, csak annyit akartam mondani, hogy nála azért nagyon érződik, hogy ezt mennyi ideig tartotta vissza. Igen. Tehát, hogy benne volt végig, ott feszült benne a gyász, de tudta, hogy ezt ő addig nem engedheti ki, amíg ennek az egésznek vége nincs. És azért én nem... Végül is katartikusnak is lehet mondani, mert tényleg jó, hogy amit szoktunk végre... emlegetni az adásainkban, ez a csendes katarzis. Igen, tehát hogy végre leült gyászolni, de abban annyi fájdalom volt. Azt azért vágjuk, hogy Dracula meg Alucard merre ül a székkel. Hogy Dracula, Dracula csak a tűz felett, Dracula nem képes ránézni a kastélyra. Dracula egyszerűen nem, ő csak azzal a tűzzel tud mit kezdeni, ami ugye a gyűlölete. A fókuszpont. A gyűlölete az a tűz, az a kandalló, ami ott ég. Az az egy, ami fényt ad abban a szobában, ahol Dracula állandóan ül. Hogyha pedig kicsit paprikásabb hangulatában van, akkor pedig az a tűz is inkább kezd. Igen. Igen. És tehát Dracula csak e felé tud fordulni, mert képtelen arra, hogy a gyászát megélje, mert abba beleroppanna. És azt igen, nagyon látszódik a Alucardnál, mert ő folyamatosan a kastélyt nézi, és folyamatosan szembesül azzal, hogy ő itt élt ezekkel az emberekkel, és az összes emléke itt van. Tehát Alucard konkrétan a gyászát nézi. Amit nem tud megélni az apja miatt szó szerint, mert az a kastély az apjáé, és az apja pedig erre használja azt a kastélyt. És innentől kezdve ettől a ponttól lesz Alucard tényleg egy badass karakter. Aki azt mondja, hogy nem, pedig én ezzel. Mert ezt egy átlag ember nem képes sokszor. És ez az emberi része. Igen. És innentől kezdve én azt mondtam, hogy Alucard hüvelykújföld. Igen. Hát, hogyha ti is akartok nekünk adni egy hüvelykúj felfelé, akkor akár megnézhetek minket YouTube-on, SoundCloud-on, Facebookon, illetve Spotify-on is tudtok minket hallgatni. SoundCloud-ról egyébként letölthető az adás. Nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmeteket. Jövő héten mivel is? Igen, streammel, livestreammel készülök. Még nem többes szám. Színász kollégának egyébként nagyon jó költözést kívánunk, ugyanis a következő adást már nem tökörről fog jönni a felvételre, hanem innen a szomszédból nem messze. Úgyhogy egyébként így örülök. Hát ilyen vízipók, csodapók módjára én is akkor most oda szólnék az új szomszédhoz. Kösz. Úgyhogy szép munka. Egy palotája. Így van, így van. Ja. Nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmeteket, és akkor vigyázzatok magatokra. Szervusztok!